Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gyarmati István, EBSZ nagykövet. Szép jó reggelt, nagykövet úr. Egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. És akkor nézzünk, hol is tartunk. A Luachba, a Luach, mint tudják, az a zsinagógai naptár. Tehát 5780-at írunk, Sziván Havának 24. napján vagyunk, míg a polgári időszámítás szerint 2020. 6. hó 17. napja van, és ha minden igaz, akkor szerda. Szeretettel üdvözlünk minden Laura és Alida utónevű nézőnket, mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házasság évfordulója, vagy éppen utódjának ad életet. És akkor nézzük, hogyan vajudnak a bankok. Az euró középárfolyama 3.45.11, míg az angol font 3.84.55. Természetesen ezen kívül vannak még más nemzeti valuták is. És hogy miért fáj a fejük, hisz az időjárás ma is 17 és 24 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda folyadékháztartásukra, ma kiemelte, nem csak a szépkorúak és a picik, hanem a középkorúak is. Öltözzenek rétegesen, legyen mit levenni. Ha kimennek otthonról, vigyenek magukkal egy esernyőt, hogy ne ázzanak bőrig. Tartsák be a 2 méteres távolságokat, és addig, amíg kell, addig hordják a maszkot is. Most nyissák ki az ablakot, engedjék be a friss levegőt, és repüljenek velünk a világ különböző tájaival, nagykövet úrral. Hát szóval az a helyzet, hogy a két Korea között érdekes dolgok történtek az elmúlt napon. Mindarról a híradóban is beszámoltunk. Az észak-koreai vezető az észak és a délt összekötő demarkációs vonalon, ahol tárgyalásokat folytattak, és volt egy komoly épület, ahol irodák és megbeszélési lehetőség, egyszerűen lerobbantotta. Hogy történik ez a nemzetközi diplomáciában? Azt ebben az összefüggésben ne hozzuk föl példának, mert nem azt szokták követni az észak-koreaiak. Ugye ez egy érdekes dolog, mert egy olyan okot vagy ürügyet hoztak föl arra, hogy ők meg akarják szakítani a kapcsolatokat Dél-Koreával, és ugye ennek egy ilyen kifejezést adtak. Hát van, csak rengeteg kapcsolat van, nem diplomáciai kapcsolatokról van szó. Mert hogy valami észak-koreai aktivisták röplapokat dobáltak át, vagy valami is, mert ez igen, nem... ballon segítségével fölengedtek, és aztán kipukadt a ballon, és hát igen, ez egy jó dolog, még mindig nem égő sárkányokat vitt a ballon, ahol máshol szoktam küldözgetni. De hát ez egy ürügy nyilvánvalóan. Bocsánat. Ugye, ami nagyon érdekes ebben, hogy a dokumentumot, ami erről szól, azt nem Kim Jong-un írta alá, hanem a húga. Igen, aki újabban a képeken is jól látható. Igen, és hát ugye egyre inkább az a trágatás, hogy ő az utóda Kim Jong-unnak, ha megvan Kim Jong-un, akkor az utódja, ha már, vagy a leendő utódja, de még mindig ugye kételkednek, hogy aki megjelenik, az ő maga, vagy valamelyik alter egója. De lényeg ez, hogy ugye a húg most már lépett tulajdonképpen helyettessé. Ami persze a legérdekesebb az egészben, ugye ehhez az amerikai elnöknek egy szava nincsen. Ugye, nem, ugye aki haverkodott, meg megígérte, hogy ő most majd mindent rendbe hoz Kim Jong-unnal, egy szava nincsen ahhoz, hogy abból, amiben megállapodtak, abban semmi nem történik. Igazából egyetlen dolog van, amit Kim Jong-un egyelőre betart, hogy nem lövöldöz újabb rakétákat, és nem hajt végre. Hát ez is volt egy pár hónapja. Igen, de azok nem azok a rakéták. Szóval azok egyéb kísérleti. Azok csak ilyen rövid hatótávú távolság, tehát az nem erről szól. És nem hajt végre a nukleáris kísérleteket. Ha ezt tudta elérni Donald Trump, ez már jó, mert egyébként a többi az annyira minket nem zavar. És az észak-koreai elnök időnként fehér lovon vágtat föl a hegyre. Hát most éppen igen, de ugye, ami még nagyon érdekes, hogy egy nagyon nagyméretű embargó sértésre derült fény, hogy a kínaiak hát millió tonna számra vásárolnak homokot Észak-Koreától. Ugye ezen meg szoktak lepődni, a homok az a világ egyik legfontosabb nyersanyaga. A szilíciumot és mindenféle más lehet belőle kivonni, és Észak-Korea az egyik legnagyobb exportőre. Milyen van még Észak-Koreának homokon kívül?
És miért nincs Kínának homokja? Atomfegyvere. Nem tudom, hát, hogy Kínának miért nincs elég homokja, amikor ott is elég sivatag, ezt nem tudom. De tény, hogy több kínai hajót láttak, mint éppen homokot szállítottak. Értem. Hát ez tulajdonképpen ők el tudják ezt vonaton is szállítani, nem? Hát azért olcsóbb hajón szállítani. Hát de be kell tenni, ki kell venni. Ez jó. Ez az ő bajuk. Értem én. Nagyon érdekes, hogy Észak-Korea arról számol be, hogy koronavírus náluk nem volt. Igen. És ők félnek a dél-koreaiaktól. Brazíliában sincs, hogy a több tízezer halott mellett nincsen koronavírus, úgyhogy. Mit mond erre a WHO? Hát a WHO azt mondja, hogy de van, de hát nyilván nem csak a WHO mondja. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Észak-Koreában ebből valószínűleg nem lesz olyan nagy probléma, de a brazil elnök már olyan mértékben eltávolodott az igazságtól, hogy elkezdtek arról, ha szabad egy pár kilométerrel arrébb menni most Észak-Koreától, hogy ugye most arról cikkeznek az újságok, hogy egy katonai puccs esetleg várható Brazíliában, ugye ahol volt már egyszer egy hosszas katonai kormányzás, hogy már olyan mértékben nem használható, vagy nem kormányoz, vagy nem jó irányba kormányoz Bolsonaro, hogy esetleg a katonák nyíltan, vagy nem nyíltan átvennék a hatalmat, és pont a koronavírus probléma miatt. Ma kezdődik egy kétnapos videokonferenciája a NATO tagállamok védelmi minisztereinek. Nagyon érdekes, hogy a NATO esetében már nem honvédelmi miniszterekről és nem hadügyminiszterekről beszélünk. Tehát akkor ezzel eldönthetjük, hogy a NATO egy békés célú csoportosulás? Hát, a NATO egy békés célú csoportosulás, ugye ezt látjuk is, hogy 49... Nem kezdeményez egy védelmi erő? 49 óta megakadályozta azt, hogy háború legyen itt Európában. Ugye ezt kifejezi a miniszterek megnevezése is, ezt valószínűleg Izraelről tanulták egyébként, ahol már nagyon régen így hívják, Magyarországon is egyébként már nagyon régen így hívják a minisztert. Ugye ez elindult egy időben háború miniszternek, és abból lett aztán mindenféle iterációkon keresztül honvédelmi miniszter. Ugye nagyon érdekes lesz ez a tanácskozás, mert ugye most jönnek először össze a miniszterek azóta, hogy Donald Trump bejelentette, hogy kivonják az amerikai csapatoknak hát kázi egy negyedét Európából, de hát ugye nem tudjuk, hogy ez mitől. Tehát ez egy szándéknyilatkozat, vagy tényleg kivonják, meg hogyha kivonják, akkor honnan vonják ki, meg mit vonnak ki. Szóval valószínűleg a miniszterek egyik fő problémája, amivel foglalkoznak az ez. De hát a másik meg az, hogy a megbeszéléseken az ez. SSC-8-as típusú orosz rakétarendszerről is szó lesz. Én biztos szó lesz. Igen, ez egy új orosz rendszer, ami átítólag az 5-6 hangsebesség ötszörösével. Közepes és rövid hatótávos nukleáris eszközök felszámolásáról is többek között szó lesz. Szó lesz meg, de azt gondolom, hogy ez az nem lesz a figyelem középpontjában, ami még biztos, hogy nagyon előkerül, ugye ez a NATO főtitkár néhány nappal ezelőtti kvázi bejelentése, hogy a NATO-nak foglalkozni kell a kínai kihívással, hogy mit csináljanak a kínai kihívással. Ugye ebben nézeteltérés van ebben is az Egyesült Államok és az Európai Szövetségesek között, de ha a NATO főtitkár erről nyíltan beszél, ugye akkor valami mozog a levegőben. Ezt úgy kell érteni, hogy előfordulhat, hogy a NATO ütközzön bármilyen formában is Kínával? Minden előfordulhat, ezt nem hiszem. Vagy inkább egyezmények formájában próbálják rendezni? Hát megpróbálják valószínűleg. Ugye az arról beszélnek, hogy azokat az országokat, amelyek ott a térségben ugye tulajdonképpen vidáman NATO tagok lehetnének, de a térség, tehát a nem észak-atlanti térségek az államai, Szingapúr, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, hogy hogyan köthetnék szorosabban a NATO-hoz, hogyan tudna a NATO. Tehát akkor tulajdonképpen egy konstruktív szerepre hívja föl Kínát, Oroszországot és mindenkit? Igen, mindig mindenki azt mondja, hogy ezt csinálja a NATO, azt gondolom, valóban ezt csinálja, csak hát Oroszország most éppen nem nagyon konstruktív. Hát ez meg szerintem őket még jobban kiborítja, hogyha a csapat áthelyezésekről mondjuk például az Amerikai Egyesült Államok
áthelyez a csapataiból Németországból, például Lengyelországba. De most nem erről van szó, ugye az oroszok úgy veszik, és az amerikai bejelentés is egyelőre arról szól, hogy kivonják Európából, és hát ugye, hogy ez mennyire problémás kérdés, ez azt mutatja, hogy Oroszország azonnal boldogan üdvözölte ezt az amerikai lépést. Ami egyébként teljes mértékben ellentmond az általános amerikai politikának, úgyhogy nem tudjuk, mi lesz belőle. Németország a soros elnöke az Európai Uniónak. Majd mindjárt nem sokára. Mindjárt nem sokára, és érdekes módon már tegnap előtt Merkel asszony és a kínai elnök hosszas megbeszéléseket folytattak elektronikus úton. Nagyon helyesen egyébként. Ugye ebben nézeteltérés van az európaiak és az amerikaiak között, hogy az amerikaiak elég konfrontatív vonalat visznek mostanában Kínával, az európaiak meg megpróbálják ezt inkább egy ilyen integratív hozzáállással kezelni. Én erre mindig azt mondom, hogy az nem baj, hogyha ha másképp kezelik, csak egyeztessék egymással. Tehát ne egymás ellen csináljanak mást, hanem ez a jó rendőr, rossz rendőr szerepet, ezt beszéljék meg előre, szerintem nem beszélik meg. Igen, de miért zavarja Amerikát ez az egy az út kínai program, aminek legalább 10 európai tagállam a tagja, Izrael is, és sorolhatnánk még ki, mindenki lelkesen szeretne ebben részt venni. Az amerikaiak valamiért nagyon nem szeretik, és az Európai Unió többsége sem szereti ezt. Hát ugye azért nem szeretik, mert ez egy óriási nagy, tehát ez egy kínai politikai befolyás, stratégiai befolyást teremt ebben a térségben. Ugye nem titkoltan, nem csak gazdasági keresztül, ugye a kínaiak sose csak gazdasági gondolkodással tesznek valamit. Én azt gondolom egyébként, hogy azok az országok, akik együttműködnek ebben Kínával, azok igazából jól teszik, ha vigyáznak rá, hogy hogyan csinálják, és ezt nem ellenkezni kéne ezzel mereven, mint ahogy sokan teszik, hanem megpróbálni közösen kezelni, hogy ne a kínai szándék, ez a stratégiai szándék érvényesüljön, hanem egy normális gazdasági. De Kína Németországba is vett egy kilépőt a tengerre, és kvázi ezzel Kína kapujának hívta magát, aztán Németország egy kicsit visszakozott a gyors kínai bevásárlástól. Na de hát tulajdonképpen a Budapest kínai vasútvonal, Budapest-Belgrád, ez ugyanez, tehát mi is így, hisz onnét Belgrádtól lefelé vasúttal lemennek a tengerre, ahol saját kikötőjük van nekik. Hát egyelőre nem tudnak, az a baj, ezt meg kell majd csinálni rendesen azt a vasútvonalat, de én pont ezt mondom, hogy szerintem ezek a gazdasági lépések, együttműködési lépések, ezeknek semmi baj nincsen, hogyha nem engedik azt, hogy ebből politikai befolyás is legyen. És még egyszer mondom, hogy szerintem az Unió ahelyett, hogy mereven ellenáll, vagy az uniós országok, inkább együtt kéne működni annak érdekében, hogy ne érvényesülhessen politikai befolyás. Gazdasági viszont igen, hisz egy az út, a sejem út. Jó, de hát minden ellenkező híreszteléssel szemben a globalizáció él és virul. A vírus nem tudja, mert nagyon egy picit megfertőzte, de nagyon gyenge tünetekkel. Ez lenne pedig a búcsú kérdésem, ez mintha összebeszéltünk volna, pedig nem tettük ezt, hanem úgy látszik, hogy egy rugóra jár az agyunk, hogy a vírusnak mennyire sikerült megrágnia ezt a globalizációt. Csak nyomokat hagyott rajta, vagy itt-ott szakadás is van? Nem, szakadás nincsen. Hát ez gazdasági szükségszerűség, amiből politikai szükségszerűség is adódik. A bizonyos túlnövéseit, ugye ez olyan, mint a politikai korrektség. Az egy helyes dolog, de amikor túlzásba visszük, akkor nem csak nevetséges, hanem káros is, ugye látjuk most. Hogy ezekben a percekben, amikor mi itt a globalizációról beszélünk, akkor szentelni vagyunk, hogy Kínába újabb település, szinte mindegy katonai támaszpont el van zárva, újabb megbetegedések vannak, iskolákat újból bezártak, Izraelbe behúzták a készféket, ugyan a görög miniszterelnök, turisztikai miniszter egynapos villámlátogatást tartott Izraelben, hogy meginduljon Athénba és Ciprusra az izraeli turizmus. Mégis úgy tűnik, hogy a vírus nem ment el.
nem is fog, addig, amíg nem lesz hatékony vakcina, és ezzel a lakosságnak egy jó részét nem oltják be, meg amíg meg nem ismerjük a vírus, hogy például igaz-e az, hogy a lakosságnak körülbelül 50%-a mindenféle genetikai okokból kevésbé kitett a fertőzésnek, de tudni kéne, hogy ki ez az 50%. Szóval ez most várjunk lesz sokáig. Azért befejezésül egy jó hírt hadd mondjak el. Halljuk. Ne legyen ilyen gloomy az egész, hogy Angliában úgy tűnik, hogy felfedeztek egy olyan gyógyszert, pontosabban egy 50 éve létező gyógyszerről felfedezték, hogy nagyon nagy mértékben, nagyon nagy mértékben enyhíti a... Oxfordi laboratórium. Hát, mert hol máshol, hát nyilván, hogy nagyon nagy mértékben enyhíti a súlyos tüneteit a betegségnek, és ennek most már ugye 3 hónapos, sok ezres, vagy 10 000-es mintán 175 kórházban próbálták, tehát nem lehet azt mondani, hogy kipróbálatlan. Talán ez lesz az első olyan gyógyszer, amit világszerte használni lehet, és bizonyítottan, hát ha nem is gyógyítja, de mondjuk nagyon nagy mértékben enyhíti a tüneteket. Kedves nézőim, az elmúlt percekben a beszélgetés végén pozitív gyógyírt is hozott Gyarmati István nagykövet. Őt láttuk és hallottuk. Most előzetesek, és már is következik Varjú László, a DK országgyűlési képviselője, akivel nem másról, hanem a költségvetésről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!